A női és a férfi csapat is feljutott, vagyis minden tökéletesen sikerült a MÁV előrénél. A cél ez is volt, bár talán nem sokan gondolták, hogy már idén összejön mindkét csapatnak. Természetesen mi vezetőnk egész szépen azon dolgoztunk, hogy ez reálisá váljon, de igyekeztünk ezt a csapatra nem ráhelyezni ezt a terhet. Titkon azért a vezetőedzők felé jeleztük, hogy nyitottak lennénk arra, hogy ha sikerül, akkor tovább megyünk, és vállaljuk, és megcsináljuk, de a játékosokat óvtuk ettől a tehertől. A röplabdának több évtizedes hagyománya van a városban, ennek és a klub élén történt változásoknak, valamint új szponzornak is szerepe van a dupla feljutásban. Emellett pedig persze sportszakmai okoknak is. Egészében arra törekedtünk, hogy egy nagyon jó csapatszellemmel, nagyon jó kohézióval működő két csapat küzdjön a bajnokságban. Fiatal, ambiciózus edzőink vannak, akik rengeteget dolgoztak ezekkel a fiatalokkal, és hát beérett a munkának a gyümölcse. A MÁV előre csapatai immár a legmagasabb osztályra készülhetnek, ami persze feltételezi, hogy lesznek változások a keretekben, de nem akarnak mindent fenekestől felforgatni a vezetők. Az alapkoncepciónk az, hogy alapjába véve annak a keretnek, annak a magnak adjuk meg a lehetőséget, akik kiharcolták a feljutást. Egy az, hogy nem vagyunk annak a híve, hogy játékosokat, illetve keretet cseréljünk. Kettő, ezt ígértük a fiataljainknak, három pedig bízunk bennük, hogy egy olyan fejlődésen tudnak keresztül menni, hogy ez elég lehet az extraligában is, mondjuk elsőben a bennmaradásra. Természetesen valamilyen szintű erősítésre azért szükség van, de minimális lesz, és ami nagyon fontos, hogy továbbra is fiatal magyarokban gondolkodunk. A fehérvári röplabdások a jól megérdemelt pihenés után vélhetően augusztus elején kezdik meg a felkészülést az extraligára.